Na szóval én tartottam egy kis szünetet. Egy pár órásra. És most onnan folytatjuk. Ott az a lift. Elég egyértelmű, mit kell csinálni, ugye? Találni kell egy olyan piros másik vackot, hogy tovább tudjunk menni a lifttel, úgyhogy egy ez a helyzet. Úgyhogy indulhat a keresés. Nem tudom, hogy embereket jelzi-e, vagy az alient, hogy őszinte legyek, mert ott ugye vannak emberek, és szeretnénk őket elkerülni, mert ezek valószínűleg nem barátságosak. Hála Istennek vannak egyértelmű kerülő utak. Legalábbis remélem. De hogy hallom a hangokból, eléggé elterelődnek. Jó van. Mahoney, thank God. We got jumped. Looters. We're trapped. Elevator's out. You're right by systems and synthetic storage. There's all kinds of stuff to fix it. We don't know where to look. Boot up a requisitions android. Is he insane? Peterson wants to know if you're fucking insane. Those things have started attacking people. They're friendly unless you do something unauthorized. Talking to an android in a warehouse should be fine. It'll know how to fix the elevator. Okay. Francis out. Asshole should be fine. Well, I'm sure he's okay. Not making new best friends kiderítettem, hogy mit kell csinálni. Itt most így kihallgatásra kiderült, hogy ugye szar a lift, ők is a lifttel szeretnének menni, de szar. Ezért hát kapcsolatba léptek valakivel, akik elmondta nekik, hogy menjél már le a raktárba, és beszélj egy androiddal, csak ugye hát be vannak szarva, mert hát az androidok ölik az embereket, mint ahogy láthattátok az előző részben is, és akkor mondta nekik a tag, hogy csak akkor... És... I heard he's trying to kill that creature by setting traps. Remote charges, can you believe that? He's gotta be crazy. Maybe that's the answer. I heard that Waits has some kind of safe haven up near the Galleria. We could go there. Did you not hear what I said? Crazy fuckers blowing stuff up. No thanks. Bocsánat, we're running out of options. Then shut up and let me think. Szóval, lemegyünk a raktárba, szerintem. És hát megbeszélünk az androiddal, hogy hogyan tudnánk megjavítani azt a liftet. Valótavat még mindig nem tudunk gyártani. Nem baj. Semmit nem tudok gyártani. Szóval, ja, akkor valószínűleg ez lesz a feladat. No way. This is a hangok jók, de hát most legalább nem annyira para a játék legalább. Szóval elég egészen túl lehet élni a dolgokat. Amit tudunk, azt begyűjtünk, és tudjuk tényleg mikor kell. Igazából, ahogy néztem eddig, nem sok értelme volt semminek, amit gyűjtögettünk. Csak a medkitnek, igen. De fegyvert, ilyesmit nem igazán használtunk, és használtunk se. Volt túl magas haszna. Oké, ez azért jó volt. Ezt meg kell hagyni. Ez azért jó volt. Jók ezek a kis lopózkodós dolgok, amikor ennyire így tudod, így közelmész a karakterhez, és nem vesz észre. Megvan egy kicsit a hangulata, de egy kicsit a játék blödsége is. Na hát gondolom, hogyha nagyon realisztikus se tennék, akkor ma úton útvéle lebuktam volna 6000-szer.
Amúgy igyekszem, igen, igyekszem megtalálni az utat és nem húzni az időtöket. Nagyon. Ha nagyon nem találom meg, akkor úgyis... tudjátok, kikapcsolom a rögzítést, aztán... mehetünk a... következő célra. De eláruljam a következő klisét, srácok. Nem nélkül úgy még tudnám, hogy azok a tagok ott tutira meghalna. Ezt most mondom nektek. Hát egy hullát már látok, az biztos. De hogy... azok tutira kinyifannak ott, az hódzéherbe az meg. Jönnek erre, azt hiszem a halott csávóról hallottam a beszélgetést. Error. Jó, akkor nincs semmi itt legalább. Aki játszik a játékkal, most lehet, hogy kicsit későn szólnak, de érdemes megnézegetni az összes ilyen zöld komputert, mert sokszor a feladat továbbhaladásához szükséges dolgok egy ilyen komputerben találja, úgyhogy ahol így talál dolgokat, azt érdemes megnézni a shared mappákat és a utility mappákat sokszor. És vannak a mappák is különböző mappákon belül, úgyhogy azokat is érdemes lecsekkolni. Ja. Szokásos terep felmérésünk igazából, hogy megtaláljam, hogy merre kell menni. Kicsit kezdek éhes lenni, úgyhogy letolom ezt a küldetést, remélhetőleg rövid időn belül, és akkor elmegyek kajálni. És akkor majd onnan folytatjuk. Persze mentünk egyet, mert mindig mentünk egyet, ami is elég távolra eljöttünk már ahhoz, hogy menteni kelljen. Ők is éhesek, ahogy hallom. És azt mondja, várjál csak, ezek azt mondták, hogy nem kellett volna ezt megtegyük az előbb. Mert tudom, hogy éhesek voltunk, de ez akkor is rossz dolog volt. Ez mi? Ezek a végén megettek egy ember, baszki. De durva. Azért sejtett a játék dolgokat, szóval ja, ezért kitört a káosz. Emberek éheznek. Jött eszembe, még egy falatot nem ettem, mert maga a karakter sem, én a valóságban is ettem elég hosszú ideje. De... Lassan oda találok, hova kell, ott a lépcső, hát valószínűleg lépcsőzni kell, vagyis létre. Valószínűleg létrezni kell majd. Ez egy kicsit ilyen, hát uncsibb rész, most nem tudok mit csinálni, most én sem vagyok agyon izgulós állapotomban. Kötelező dolgokat, ezeket megcsináljuk, amik hát így kiderül, mi a francot kell csinálni. Persze, hogy nem írjuk kézzel be, tudna végig. Mi van? Jön azok a szarságok. Valószínűleg fölöttem van. Na most azért érdekes módon nem... igazából nem porázok annyira. Nem szeretném, hogy elkapjon, de nincs meg már bennem az a
a agyon-nagyon para faktor, hogy őszinte legyek, csak... Csak tudod, minden... Az, ilyenkor az van, amikor nem parázol annyira, hogy, hogy szeretnéd gyorsabban csinálni a dolgokat, de tudod, hogy a játék nem engedi, mert ha hangos vagy, akkor tudja, hogy letépik a töködet. És így nem... És ezt nem szeretjük. Ja jó, akkor tényleg erre kell jönni. jó, még jó, hogy kiírta a feladatot. Szóval, ja... Ó, mentés, hál' Istennek. Szeretjük a mentéseket. De én nem másztam volna fel a létre, ha nem írja ki a feladatot. Jó van. Jó, akkor ide kell valami cucc. Miért is ne kéne valami cucc, amivel csinálni kell valami cuccat. Persze lemászni is csak egy oldalról lehet, mert az annyira valósághű. Amúgy jól néz ki a játék, szóval nincs lebocs. Ezek a macerák benne, hogy itt kell iPont, hogy megnyomd az E-t, vagy a... Éppen melyik gombot szeretnéd. Use the requisition under it to access components warehouse. Körbejárjuk a terepet, nem mielőtt bármi történne azért. Körbejárjuk azt a kurva terepet. Mentés? A mentés fontos, akármennyit is haladunk, a mentés fontos, tehát már ezért megéri igazából, hogy körbejárni a terepen. Oké, látjátok, tehát már találtunk egy új elemet ebbe a hacker toolban, nem is tudtam, hogy kell. Tehát... Ja, és folyamatosan kiírja a feladatot, értem, én csak leszarom. Nem tudom, ez nekem ilyen megszokásom, mielőtt elindítok egy feladatot, egy komolyabb eseményt, akkor azelőtt azért megnézem a dolgokat, jobban körbejárom, összeszedem, amit kell. Egyrészt ilyen régi játékokból is jön, mert mentés után nem mindig szedhetted újra fel azokat a dolgokat, amiket felszedhettél. Bocsánat. Félrenyeltem. És akkor utána érdemes így elindítani az eseményeket, hogyha így megbiztosodtam arról, hogy azért minden oké, és elindíthatom a dolgokat. Na jó van. Szerintem vissza fogok menni a kiinduló ponthoz. Oda egy keycard kell. Szerintem oda majd az Android fog bevinni. De... Ezt szépen meghackeljük. Hát ez azért elég egyértelmű volt a feladat, nem? És azért hasznos volt, hogy körbenéztük a terepet, szóval azt nem tudtam, hogy kell nekem egy ilyen elem, amit berakhatom. Jó. És... Megnézzük, mi van itt bent. Lehet, hogy nem is ide kell jönni. Végül is. Semmi értelmes.
Error van, jó. Ó, van, azt hittem, hogy... Oké. Ti is halljátok ezeket a hangokat? Nagyon epik a játék ezen a téren. Véletlen volt. Nem, tehát nem az van, hogy nem izgulok annyira, csak úgy izgulgatok. Szóval, nem, tehát hajlamos vagyok csinálni hülyeségeket. De nem akkora para a dolog, és most egy ennyi ide nem bukkantam, azért én szerintem egyrészt azt jelzi, hogy jó úton megyek, elég gyorsan is haladok, és... Jó. Szóval, hogy jó úton meg, elég gyorsan is haladok. Ez most hangosabb volt, mint kellene. És lehet, hogy ez most majd ide vonzza a szól, itt lehet paraszol. Azt akartam mondani, hogy elég hosszú ideje nem találkoztunk vele, és megfelelően gyorsasággal is haladunk, és ezért is nem dobta be a játék. Úgyhogy most arra már halálbiztos, hogy így működik a dolog. Ha túlhúzom az időt, ha túl sok helyet töltök el útkeresési, és akkor bedobja a játék, dob egy kört maga az alien. És... Ha dob egy kört maga az éljel, elmegy, és akkor újra keresheted az utat, és a többi ide addig. How can I help you? I need a compression cylinder. Components warehouse. Row 1, stack B. Follow me. Just keep the noise down, okay? Jó. Ez meg volt. Megnyugtatom, mikor van veled valaki, tudod? Ha jön az alien, tudja, őt nyírja ki előbb, ha nem, akkor... A főszereplő nem hal meg, ugye? Értem szerint. Kivéve, ha én játszom vele. De annyi biztos, bármi történik az Android, de előbb meghal, mint én. ez tuti. Ez... Mert az ilyen kliség kellene. Ez elég vicces volna, hogyha az Android élné túl, és vele kéne végigjárni a játékot utána, nem? Szóval... No para, csak... Keep the noise down, bitch! Here we are. Your compression cylinder will be found at the far end of this row. Akinek nem lett volna elég egyértelmű, miért álltam meg. Nem tűnt túl barátinak, de remek elvesztettük a pajtásunkat. Én mondtam, hogy az androidok mindig meghalnak. Szóval, ja. Ez olyan, mint a filmekben, a tipikus szereplő, aki mindig meghal. Körbenézünk, mi más tehetnénk. És megtaláljuk az utat. Szóval az út az itt van, tehát ez erről ordít, hál' Istennek. Pontosabban ott van. Pontosabban el kell jutni a dobozokon, de... Oké, ez nem fölfelé kéne. Lefelé, jó. Lefelé toljuk. Gyerünk, mennyi kell még? Ez egy nagyon komoly logikai feladvány volt. Hál' Istennek a Prince of Persia az ön megmutatkozik időnként. Kivéve a utat kell keresni. A Prince of Persia legalább megmutatták az utat, hogy merre kell menni. És értelemszerűen, amire elindult az Android, mielőtt megsült volna, akkor oda fogunk menni, úgyhogy... Az ez a hely lesz. De ahogy villog is, az a szar eléggé. Köszönjük szépen! Mondom, ezt egy jó kis elsítás után, eddig... Nem mondanám, hogy túl izgultam a játékot, eddig így jó volt, szóval... Hogy néz ki, tényleg megfelelő tempóban haladunk, és... És megfelelő tempó eddig minden rendben van, szóval ahol nem kell külön az aliennek szerepelnie, ott nem is fog, kivéve ha nagyon húzod az időt, vagy nem találod nagyon az utat. És igen, a játék úgy van megcsinálva, hogy kurvára ne találd meg időnként az utat, meg akkor is, hogyha nézed ezt a tetves radart, így el tudsz tévedni,
Mert csak eligazít, tehát bevisz oda, ahol nagyjából a ahol a feladat megtalálható, de nem mutatja meg a konkrét helyet, csak a nagyjáboli helyet, és amikor arról van szó, hogy keresni kell a konkrét helyet, akkor eléggé... akkor eléggé el tud veszni az ember sokszor. Nagyon szép a játék, annyira... annyira jó nézni, hogy ilyen helyekkel mászkálsz, amit, hogy ilyen frankon úgy néz ki ez az űrhajó, mint a filmben, mint a filmben az űrhajó, tehát nagyon-nagyon hasonlít rá. Persze egy kicsit sötétebb, én fölvettem a dolgokat, tehát fölvettem a világítás, hogy látható legyen minden videón, és mert ne porázok annyira, de igazából az kurvára mindegy, mégis is porázok. Szóval a filmben maga az űrhajó sokkal sötétebb, és a játékban is a kibalanszolt fekete, illetve sötétség világosság aránya azért sokkal sötétebb volt. Csak felvettem, hogy azért szépen látható legyen minden. A előző részeknél YouTube-nál kicsit rádolgoztam színekkel, kicsit színesebb legyen. Szemnek hasonló a játék. Így... ja, hát most megpróbálok visszatalálni a lifthez. Belerakni ezt a szart, amit kaptunk, és akkor tovább mehetünk. Mondtam én, hogy meghalnak azok a csávók, igaz? Úgyhogy ez... most a telekezők érsen, de megcsinálom ezt a liftes küldetést, és akkor megnézem, mi van utána. És akkor folytatjuk onnan majd. Minden nagyon hangos. Na jó, Ali a következő emeleten, srácok. Közben írhatnátok, hogy azért az eddigi részek milyenek voltak, aki mondjuk esti műsor helyett ezt nézi, nyugodtan leírhatná egy kommentben, hogy tetszik neki a játék. Hogy tetszik neki a műsorvezető. minden okése. Wow. Ki mer nézek-e a játékot játszani este? Mert én már szinte most csak este játszom, a másik most hagyom, de nem fogok annyit beszélni, mert hallom, hogy hangos a történet, úgyhogy kuszban leszek, amíg lejár a zajfaktor. Lebuktam. Thank you.
Mindig mentünk, ugye? Mindig mentünk. Itt vagyok még, csak mivel hallom, hogy hangosabb a dolog, nem akarok túl alá beszélni. És azt hiszem, hogy nektek is izgalmasan. Csak húzom az időt, hogy beálljon a játék a maga normalitásába. Hát kivárom a scriptelt események, hogy lejárnak a scriptelt események magyarul. Oké. Még nem buktam le most itt. Összeg a scriptelt események végigmentek. Most csak logikára játszunk, nem parára, szóval nem az, hogy para a helyzet vagy ilyesmi. De ha kitaláltam, hogy bánok el velük, akkor visszajövök, addig leállítom a rögzítést, jó? Addig gondolkodom egy kicsit. Na, visszajöttem. Támadt egy ötletem igazából, és remélem, hogy be fog válni. Le fogom őket sokkolni, az igazság. Nem ütni, sokkolni. Azaz, jó vagyok. Le fogom őket sokkolni, el fogom terelni a figyelmüket. És utána fogom és lesokkolom őket. Legalábbis ez a terv. Hogy most összejön-e? Jó kérdés. Egy kicsit vicces a játék, mert ha kinyílik egy ajtó, akkor te oda nézel, nem? És ezt már tudjuk, hogy könnyedén lehet lopózni közel emberekhez. Hoppöcs! Anyád! Ez durva volt, de láttátok? Tehát... No comment. Szóval azért ez... ezt beadhatta volna, hogy őszinte legyek. De legalább azért bevált a terv igazából, szóval így működött a dolog. És... A nőt nem bántottuk annyira, mint annyira a pacsával, de a pasi megérdemelte, az a lényeg. De most egyáltalán nem para a játék, és ez tök jó anya. Tehát jól esik most, hogy végigmentünk egy ilyen nyugisabb szekción. Mert azért túl sok lett volna az adrenalin és a félelem faktor, hogyha még itt is az alientől kellett volna menekülni. Igazából folyton elbújni, úgyhogy egyelőre jók vagyunk, és én is egy kicsit megnyugodtam, amit legalább embereket kellett lezúzni, nem tetves alienből melekülni, az android is nagyon segítékkész volt, szóval megint ott tartunk, hogy jól csinálják azért a játékban, tehát nem agyon akarják fokozni a parafaktort, hanem raknak bele szüneteket is, és az azért kell, mert gondoljátok végig Bakker, hogyha végig tartan ez a parafaktor, nagyon durva lenne a játék, szóval jó, hogy vannak ilyen szünetek. A rossz az, hogy sokszor nem tudom, hogy most felállhatok-e, mehetek-e normálisan, mert hogy nem jön a seggembe semmi, vagy mehetek tovább, vagy gugolva kell tovább mennem. Közben meg mehetek tovább. Ja, de jó van, keresni fogok, megpróbálok. Találni egy mentési pontot.
Jó, hé. Na jó van, ide sem lehet most egyelőre bejönni. Jó van, oké. Na, szép idő. Ez mi a jó Isten volt? Jó, térkép szerint nem erre kell menni. Köjünk! Egyébként már láttam, hogy volt mentés, abba kellett volna hagyjam, csak a kíváncsiság visz előre. De most lassan tényleg abba fogom hagyni. Erre a részre. Csak kíváncsi vagyok igazából, mi történik, meg hát, hogyha elérek egy ilyen nagyobb történet, sztori mentésig valameddig. Na, legalább az is a gond, hogy most merre kell tartsak. Amúgy ezek a térképek, akit érdekelt, hogy felvázolják a helyeket. Csak eddig nem szedegettem össze, csak most szólok, hogy össze lehet. I sent you a clear directive not to land on station. I told you we didn't hear your message. We understood you would be... Hey! Identify yourself. Ripley, from the Torrens. Relax, kid. What the hell is going on here, Marshal? Where's the security forces? You're looking. Na, erre vártam igazából. I've seen the creature. What is it? I don't know. Something brought here by Marlow, the captain of the Anisidora. The ship that found the flight recorder. Is there anywhere safe left on this station? That creature's running around, and the Seeks and Synthetics are less than friendly. Goddamn androids. Ripley? Taylor needs attention. Medical's a no-go. We can't take her there. We have a basic life support unit back at HQ. Then let's go! We need the transit to get to HQ, but...